Sziasztok, gyertek bejebb. Megmutatom, hogy hova is költöztünk, hol lakunk. Ő Nagy Gábor, az Újpest NB1-es játékosa. A focista most megmutatja nekünk, hogy él egy élvonalbeli labdarúgó, akinek a klubja biztosítja az otthonát. Nyáron kerültem a klubhoz, igazából ez nagyon nagy segítség volt, hogy nem kellett lakást keresni. Ugye én Szombathelyen, és hát mi Szombathelyen éltünk korábban. Igazából itt minden a klubé, a tulajdonosé, teljesen be volt rendezve a lakás, amikor jöttünk, igazából mosogatógép, hűtő, mikro, tévé, úgyhogy tényleg csak a ruhákat kellett megfogni, és beülni a kocsiba és jönni. Akkor utcu neki, Gábor, legyél az idegenvezetőnk. Mindjárt van egy vendégszobánk, majd reméljük, hogy ez lesz a gyerekszoba egyelőre, ez csak ilyen kis tároló, ruhákat szárítjuk itt. Itt van mellett a fürdőszobánk. Kád szuper. Egy héten egyszer általában bele is ülök, úgyhogy ez nagyon segíti a regenerációt, egy kis fürdősó, meleg víz, utána egy kis hideg víz, úgyhogy ez mindenféleképpen segíti, hogy jó teljesítményt tudjak nyújtani hétvégén a mérkőzéseken. Itt van a mosdónk, egy kis WC, szerintem mehetünk is tovább. És akkor, ahol a legtöbb időt töltjük, a nappali és a konyha. A hűtőmágneseket gyűjtjük. Rólam is kikerült egy a hűtőre. Hát a kedvenc a Túró Rudi. Miközben mi épp a kínálatot csemegézzük, bővül a társaság, megérkezik Gábor felesége Ági, és neki is lát főzni. Miközben egy kis fiús program bontakozik ki a csapattársa Gyulával. Nem hiszem. Ez a kis rossz csont pedig a vendégek kutyája, Scrappy. Mint a gazdia, ő is nagyon érzi a labdát. Na de fejezzük be a lakás bemutatását a hálószobával. Akkor mutatom a hálót. Francia ágy és mögötted egy nagy gardrób. Vannak a ruhák. Három ajtó. Hoppá! Toljuk, húzzuk, reméljük nem törjük össze. Még sok cuccunk van Szombathelyen. Kétszer tudtunk hazamenni, amióta ideigazoltunk Újpestre. Sok dolog otthon maradt. Téli szünetben lesz talán több időnk erre, úgyhogy ezeket majd pótolni fogjuk, és akkor hozzuk majd a többi cuccot és egyéb személyes dolgokat, amik otthon maradtak. Akit mindig is érdekelt, hogy hogyan éli meg egy focista feleség a folyamatos klubváltásokat, akkor Gábor megnyugtat minket, náluk nem volt semmilyen probléma. Korábban ő már élt 10 évet Budapesten, és itt is ismerkedtünk meg, amikor én az MTK-ban játszottam a 2008-2009-es bajnokságban, úgyhogy ott ismerkedtünk meg, és akkor költözött velem Szombathelyre, amikor én visszamentem a nevelőegyesületemhez, úgyhogy most már ez egy egyszerű váltás volt, inkább az volt a nehezebb, tehát azért az egy kisebb város, úgyhogy azt megszokni az volt nehezebb, és oda beilleszkedni, úgyhogy ez már gördülékenyen ment, hogy újra visszaköltöztünk a fővárosba. Közben elkészült a vacsora, tészta 4 főre, úgyhogy a Blik TV jó étvágyat kívánt, és elköszöntünk egymástól. Hello!